Hagyományteremtésnek, mint az első országalma fesztivál és találkozó, mely egyben a gyerezsiásiak hagyományos Szent Ilona napi búcsú. Külön tisztelettel köszöntöm az alma magok, azaz testvértelepüléseink küldöttségeit, így az erdélyi Csíkszentamás alpolgármesterét, kedves Róbert urat, családját és kultúrcsoportjának aktivistáit, akik a legnagyobb számmal jöttek. Köszöntöm tovább az ausztriai gár képviselőit, Herr Schlager urat, a község polgármesterét, kedves feleségét és kultúrcsoportjának küldöttségét. Nagy öröm számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat a szicíliai Messina városával érkező Canterini Coloratini Folklor együttes és tagjai. Üdvözlöm körünkben partnertelepüléseink Tétváros és Herendváros küldöttségét. Köszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel a mai rendezvényünket, intézményvezetők, más kultúr és civil csoportok, a szomszédos települések küldöttei. Mivel a tegnap és a mai nap egyben almamag tehetségkutató verseny is, ami jelzi a környék és a régió fiataljainak affinitását a megmérettetésre és a bátor feladat felvállalásokra, ezért nagy tisztelettel köszöntöm őket és a megjelent szárvendég zsűri tagjait. Ha mindenki, aki itt van, arra szavazott, hogy bontsuk le ezeket a gátakat, és nyissunk utat a kultúrának, a szellemnek, és örüljünk határtalanul a mai napnak. Engedjék meg, hogy Márai Sándor egy szívemnek igencsak kedves gondolatait idézzem. Ha megfigyeljük Márai szavait, ha figyelünk egymásra, ha újra megfogjuk egymás kezét, akár partner vagy testvér településként is, és nem engedjük el soha, nincs mitől tartanunk történelmünk következő ezer esztendejében. Kilépni! Lépés, indulj! Gyeresi zászló! Balra fordul! Lépés, indulj! Lobogók köszöntése! Kilép! Lobogókat köszöntik! Lépés! Belépni! Nagy örömünkre szolgál nekünk hagyományőrző huszároknak, hogy
bemutathatjuk magunkat, kultúránkat, mind a hazafi, mind a saját hazánkhoz származó polgárunknak, kiderálunknak. Ezek a csapatok nap mint nap időt, energiát áldoztak, és nem kevés pénzt azért, hogy ilyen rendezvényeket, a nagyközség rendezvényeket részt vehessenek, valamilyen szinten, amennyire tudjuk a fényét, erejét, és magyarság tudatunkat erősítsük. Továbbra is azt kérem, minden egybegyűjtő, és azoktól is, akik nincsenek, hogy tovább adják nekik, hogy a hagyományokat őrizzük, a jövőben is, ápoljuk, tanítsuk meg gyerekeinkre, mert úgy fog a magyar a magyar maradni, és nem pedig elpocsosulni. Ennyit szeretne volna mondani a kapitán urat, és hogyha megengedik a gyalogosok beszélve után, engedélyt szeretnék kérni a távozásra, mert nekünk kezdjen a következő rendezvényeket megtalálni. Köszönöm, kapitán urat! Büszkék vagyunk a Nyeresdiás utcában délinkra, hiszen egy ifjú civil szervezetről van szó. Én azt hiszem, hogy komoly jövő előtt áll a hagyomány őrzési Nyeresdiáson, és itt a környéken is. Egy további szép napot kívánom, az engedélyt megadom. Erre tisztességet! Van a fordulatnak! Vissza! Tisztelt polgármester úr, tisztelt vendégek! Engedjék meg, hogy ezen alkalmat ragadjuk meg azon ünnepélyes kitüntetés átadására, amelyet az egyik konvénum érdemelt ki. 2009. augusztus 2-án Szegeden egy emlékütközetet játszottunk le, amelynek során sajnálatos módon sebesültünk is volt. A hadjáték során megsebesült az egyik katonák. Neki a vitézségi ezüst érdemkeresztet a kardokkal adományozzuk sebesülése és helytállása kapcsán. Tóth Erik honvéd, lépjen ki! Addig engedjék meg, hogy a gyalogság pedig búcsúzó úr lovasság elvonulása után egy díszsor tűzzel köszönjön el a településről. Figyelem! Csurony, kezdjük! Annyit azoknak, akik nem tudják, 19. századi előtöltős fegyverekről van szó. Ezeknek a fegyvereknek a töltése egy töltéssel előről történik. Körülbelül egy perc alatt tudta gyakorlott katona megtölteni. Közben tisztelgünk a huszároknak. Köszönöm! További szép napot! 40! 3!
Marja, hát! Irány utána! Dobba meg! Lépés! Indulj! Azoknak se legyen jobb, vagy mi? Ezt nem tudjuk, hát neki kellene az ilyen ide vagy már elmentek? Nincs tószar, úgyhogy még nem értek ide. Thank you.
A hintó után Miklós huszárokat láthatnak a Gyenes Bíjási Bandériumból. A gyalogosok az 1848-as és 49-es 3. szegedi honvéd zászlóalj tagjai. Mellettük a Visocki légiót láthatják, és a tavasi tüzéreket. Majd a hagyományőr honvéd vadászokat. A következő bandériumok képviseltetik magukat a mai huszár és honvéd találkozón. A Gyenes-Diási Huszár Bandérium, Miklós Huszárok, Történelmi Lovastúra Egyesület, ugyancsak Miklós Huszárok, a Fehérvári Huszárok, Mogyoródi Huszárok és a Siklósi Huszárok. A huszárok és a honvédok már itt vannak a főtéren, ahol Ruzsics Ferenc polgármester úr köszönti őket, majd megnyitja az idei találkozót. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy önök, akik most itt vannak, Keszthely főterén hamarosan egy történelmi pillanatnak lehetnek tanúi, amikor is a polgármester úr átadja a rendezvény fővédnökének és Keszthely díszpolgárának, dr. Herceg Festetis Györgynek a város kulcsát. Ezek után egy rövid díszemlét követhetnek, figyelemmel majd a katonai hagyományőrök felvonulása indul a városon keresztül. A város közepén a huszárok két csapatot fognak alkotni. A fehérvári huszárbandérium a fegyves állé felé veszi az irányt, aki velük tart, tanulja lehet egy lenyűgöző huszárvágtának a történelmi fegyvesek alatt.
A hagyomány örök másik csapata a városon keresztül a sportkempingbe indul, ami az idei évben is a huszárok táborhelye, és természetesen ide várjuk minden kedves vendégünket. Kedv csinálóként elmondom, hogy mi vár önökre a táborban. 15 órától, ahogy ma és holnap is, állandó programként gyerekfoglalkozások, táncház, természetesen élő zenével, csángó táncház, agyagozás, fafaragás és kirakodóvásár, családi lovaglás és még sok-sok más színes program vár az oda látogatókra. 16 órától zenés toborzó, úgymond verbú, veszi kezdetét, majd gyalogos menet gyakorlatbemutató, tűzér és fegyverbemutató és huszár karusszel. 17 órakor dr. Kovács István történész előadását hallgathatják meg a 48-as huszárokról. És ezzel egy időben kezdődik a tavaly is nagy sikert aratott huszárkonyha és főzőverseny, amit minden látogatónk egy jelképes összegű támogatói jegy megváltásával végigkóstolhat. Este 8 órakor pedig a zsűri dönt a huszárok kulináris csatájának eredményéről. A holnapi nap reggel 9 órakor zenés városi ébresztővel indul, amikor is a hagyomány örök a huszár táborból a főtéri templom elé érkeznek, ahol egy díszemlén vesznek részt, majd a kanonok úr megáldja a bandériumok zászlaját. Lámandás hagyományőrző huszárdandár tábornok jelentem, hogy a második keszélyi huszár és honvéd találkozóra hagyományőrzők felsorakoztak. Kérek engedélyt a rendezvény megkezdésére. Engedélyezem. Értettem. Jó napot, huszárok! Erő! Tisztessége! Méltóságú herceg úr, kérek engedélyt a díszlet megkezdésére. Engedély van. Értettem. Az üvöltős, igen, az.
Ugye az éjjel belegabajodott a pónilovaknak a micsodájába. Ki voltak kötve a pónilovak, a Jampi ment út részegen, és a nyakánál a pónilovnak a kötele Na jó, megvertál lovat. Fogta a lapát. Edzi várta idáig, és mondta, hogy megkeressük, hogy kikötötte ki a pónikat, és jó, megverem. Szóval mondta, hogy ő nem érdekli, csak ne verd a lovat. Szemét lóva, visszamegyek, jó, megverem, éjjegyzet. És most megkérjük, hogy a ló hasa alatt mászunk a menekülési útvonal a csata nevében. Ennyi? Ó, de hát... Hát ilyen a ló? Ja, az ennyi van, ó, jó. Kérem, akkor viszont hadd jöjjenek a turisták, mert hogyha a huszár ki van tűzve, akkor hadd várjuk az, aki bejön hozzá.
csillagát. Az ember szív is úgy bolyongó jegyes egyedül, hogy tépik itt az orkán, mint az önvád itt belül. Csak egy nagy érzés győzhetek, sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szemlőtlen megmarad. Most mind a kettő orvosra vár, s még itt töprönködöm, azon borítja a szemfödél, s elvízbe csülletem. Hazám, hazám, te mindenem, tudom, hogy életem neked köszönhetem. Arany mező, ezüst folyó, ősvértől házott a könyvtől áradó. Sajgó sebét felejti bán, zokog, de szolgálja népe szent javán. Magyar az ám, ez áldozat, szép érted, élni érted, halni te szent magyar az ám. Halló, halló! Vissza! Zolika! Van neked még a repertoárban még egy? Van. A repertoárban van még egy, és azt a vissza-vissza alapján neked ezt még elő kell adnod. Igen, igen. Úgyhogy én nyújtom a kezemet. Csak a hangot kell felvenni. Ha este még nem ittunk semmit, nem mehet ez így tovább. Inni kell, ha meghalunk is, ígyunk át az angyalát. Vár rám sok füstös kocsma, vár rám sok jó barát. Inni kell, ha meghalunk is, ígyunk hát az angyalát. Nem mondom őszintén, hogy ezt nem fogadom el a vissza-vissza kategóriába. A bárban bordáját! Bang-bang burda? Most a boronyák énekeljen! Burda! Keserű lesz! Használjuk ki, ami kihangosításunk van, mert el fog múlni. Pakol, de ez nem az Olira vonatkozott. Meg csődörök is. Vannak. Csődörök is vannak. De... korán van még. Vas László. Dr. Vas László, alezredes urat kérdezem. Én elviszem a himnuszt is. Szoktunk énekelni valamit éjfélkor. Szoktunk, az igaz. Amit éjfélkor szoktunk énekelni. Az most, amíg még kihangosításunk van, megelőzvén önmagunkat, szerintem bízzuk rá az Olira. És ő elkezdi. És vagyunk itt annyian, mi majd lekeverjük, hogyha mindenki kiengedi hangját, messzire akkor messzire hallatszik, talán olyan messzire, mint amilyen messzire kell ennek hallatszania. Legalább Komáromi. Nem Komáromra gondoltam. Rép Komáromi. Rép Komáromi. Olyan nincs.
Gyerünk ide, ki ilyen? Ki ilyen? Bejjebb! Ja, de így együtt ráférnek csúf módon. Merrel is a végzel, göröngyös úton, sötét éjjelen, vezess még egyszer, győzelemre népen, Csaba királyfi, székely, holik, mint a szikla, népek harcára, zajló tengerén, fejünk az ájaj, százszor elborítja, ne hagyd százszor elborítja, ne hagyd elveszni egy Istenünk! Nem akarom tovább sós őrmestert kihasználni. Nagyon-nagyon nagyon-nagyon köszönjük neki, amit eddig elénekelt, és ugye ez a második keszthelyi Operett Gála honvédés huszár találkozó, és próbálunk dolgokat hagyományjá tenni. Na most van ez, amit szerintem minden évben szívesen meghallgat ismét mindenki. Hát! És akkor én azt mondom most Zoli barátomnak, mert nevezem itt, mert találkoztunk egy éve? Kettő. Az első az olyan futó volt, persze, az nem hagyott bennünk, nagy nyomot. Drága Pistába hagyott nagy nyomot. Aki látta drága Pistát benne, még nagyobb nyomot hagy, tehát én például hetekig feküdtem kiszabadságban éjszakánként, és nem tudtam aludni. De ezt elfelejtettük, túltettük magunkra. És akkor most mondom azt, hogy nagyon szépen köszönjük a szegedi harmadik zászlóaljnak ezen közreműködését,